el neked mindent, ami jó. Anyád, anyád. De van sok rossz ember kívákra, itt fiam, vigyázz, hogy elne. Leséltél nekem az életem során, mondtál és vigyáztál. Fázom nagyon, már nincs otthon, a felőből rám néz egy aggódóan. Így mondtad nekem, a szín gyermekem, de mesélt is sokat nekem. Fázom, de többé már be nem takar, a felőből rám néz egy aggódóan. Vigyáztál rám az életem során, köműves vagyok, ő is köműves. Mind a ketten, igen. Csak a szerszámok odaéget. Uh-huh. Igen. És előtte is ilyen köműves munkákból... Állítólag nagyon tudok dolgozni. Állítólag? Nem, hanem olyan embernél dolgoztam, aki oktató volt a 303-ban. Tehát amikor ő elismerte a munkámat, akkor csak tudok dolgozni. És tartott 10-15 tanult, akkor csak tudok dolgozni. És most például, hogy ilyen helyzetben vagyunk, bármi munkát elvállunk, mert állítólag Pécsre kellett volna mennünk, de mivel ez történt, így lemaradtunk. A tévétoronyba kellett volna menni. Ott kellett volna dolgozni, csak hát én ugye az irény miatt nem tudtam, hogy vak, nem hagytam cserbe. Mivel nagyon szépen megköszönöm a krízisnek, a Turgutnak, és a Rapp Attilának, hogy berakták őt oda, így legalább jó helyen van, ő legalább jó helyen van. És mindent elkövettek, hogy szeme legyen. Vágyja királya, én alatt lakom, ott a palotán, ott lakom én, ahol a vadás sem jár, éjjel a csillagot vigyázz, ott lakom én, a hídon, elvitte az gyorsan a házon. Ott lakom én, ahol a madár sem jár, éjjel a csillagok vigyázz. Jó, ide gyere, inkább öle meg egy gyó.